Bogár Niki vagyok, egykor modellként dolgoztam a nemzetközi divatpiacokon, a nemrég megjelent könyvemben pedig az evészavarok és a divat szakma kérdéseit boncolgatom. Ebben lesznek segítségemre vendégeim, akik vagy külső szakértőként, vagy pedig saját tapasztalataik által szólalnak meg a témában. A mai részben dr. Pászi Bea, gyermekgyógyász és gyermekpszichiáter szakorvos lesz a vendégem, akivel az evészavarok kialakulásáról és jellemzőiről beszélgetünk. Szia Bea, nagyon örülök, hogy eljöttél, és mint az egyik legnagyobb szaktekintély hazánkban az evészavarok témakörében, egy kicsit arról szeretnék veled beszélgetni, hogy igazából mi is az anorexia, mi a bulimia, milyen más evészavarok vannak, milyen testképzavarok vannak, és hogy ezt hogyan tudjuk felismerni. Úgyhogy kérlek, így kezdésképp elmondanád, hogy mi az anorexia. Uh-huh. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm a meghívást. Külön örülök, amikor erről a témáról ilyen széles körben tudunk beszélni. Az anorexia ez egy pszichoszomatikus betegség, ami az a pszichoszomatikus betegségek nagy családjába tartozik. Az azt jelenti, hogy valamiféle lelki, mentális ok miatt valaki elkezdi éheztetni magát, és nagyon súlyos testi szövődményei következményei lesznek. Mik lehetnek ezek az okok, ami miatt valaki belecsúszik ebbe a betegségbe? Azt szoktam mondani a betegeimnek, hogy az anorexia olyan, mint egy csillagkép. Nagyon-nagyon sok felől jöhetnek ezek az okok, nem egy ok van csak. Ez mindig fontos, mert amikor megérkeznek a szülők, hozzák a kamasz gyereküket, vagy megérkeznek a fiatal felnőttek, akkor mindig azt kérdezik, hogy mi az oka. Ez egy nagyon komplex betegség, nagyon sokféle oka van. Az a sokféle ok egyrészt a személyiségéből adódik a páciensnek, másrészt a családi kontextusból, harmadrészt pedig azokból a szociális közegből, ahonnan ő jön, iskolai közegből, munkahelyből, vagy akár a társadalomból is, például a vékonyságnak a erőteljes nyomása a mai világban, az nagyon sokaknak a evészavarához vezet. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy sosem egy ok van, hanem olyan, azt mondtam, mint a csillagkép, tehát sokféle ok, sokféle kiváltó tényező, ami hogyha összeáll, akkor egy anorexia betegségé formálódik. Értem, ezekről a szociális és társadalmi tényezőkről majd a következő részben fogunk egy picit részletesebben beszélni, de melyek azok a pontok, amiken érdemes elkezdeni dolgozni, amikor valaki mondjuk terápiába kerül, és mondtad, hogy tényleg több olyan pont van, ami szóba jöhet. Ugye sokszor, és hát legtöbbször, amikor egy anorexiás elkerül hozzád, akkor nincsen tisztában azzal, hogy ez miért is alakult ki, és hogy mi ennek a gyökere, és ennek a feltérképezése hogyan zajlik. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ez olyan, mint egy ilyen Agatha Christie regény. Egy komoly kutató munka folyik, hogy miért is alakult ki az anorexia. Ahogyan az előbb említettem, úgy képzeljük el ezt a betegséget, mint egy olyan mátrix, amiben hajlamosító tényezők vannak, triggerek, kiváltó tényezők, amik abban a pillanatban a betegség irányába hatnak, és fenntartó tényezők, például olyan betegségelőnyök, amelyek nem hagyják a páciens szabadulni ettől a betegségtől. És ebben a tényezőknek a halmazában az egyéni, a családi és a szociális kontextusban kell nézni. Úgyhogy ez a feltérképező fázis, amikor megérkezik a páciens, ez 2-3 terápiás ülés vagy diagnosztikus ülés alatt történik. Megnézzük olyan hajlamosító tényezőket, mint például a személyiségben rejlő kicsit rigiditás, kicsit ilyen merevség a személyiségben, kényszeres hajlam, hogy nagyon könnyen ráfordul valaki csak a testére, és figyelmen kívül hagyja a körüli dolgokat. Hajlamosító tényező lehet például a szülőknek az evészavara, vagy nem is ha csak a szülőknek az evészavarára, hanem mondjuk az étkezéssel vagy a diétával kapcsolatos magatartásuk, hiszen ez nagyon sokszor nem evészavar. Tehát olyan esetekben, amikor a szülők nagyon sokat foglalkoznak a saját testükkel, akár élsportolók, vagy akár fogyókúráznak, akkor ott van a mindennapban, hogy a gyermek is szeretne fogyni. Úgyhogy ezek azok a hajlamosító tényezők, mondjuk a szülői vagy az egyéni oldalról. A kiváltó tényező lehet egy akut stressz például, amely az egyéni oldalból például egy kamaszodás. A kamaszodás mindig egy nagyon fontos triggere, kiváltó tényezője az anorexiának. Akkor is alakul ki a legtöbb evészavar.
13-14 éves korban, és ahogy megy előre a kamaszkor, egyre hamarabb alakul ki. Ez egy olyan akut stressz, ami be tudja indítani ezt a betegséget, hiszen akkor a gyerekek sokkal többet kezdenek el foglalkozni az alakjukkal kamaszkorban, nagyon sok visszajelzést kapnak az alakjukkal kapcsolatban, nagyon sok csúfolódás vagy bántás érheti egyébként teljesen normális testalkatú lányokat, ha vannak nála vékonyabbak is az osztályban. Nagyon fontos az, hogy ebben az időszakban érzi azt a kamasz, hogy elveszíti a kontrollt az élete felett, hiszen a kamaszkornak a hova nagy őrületes viharában, hova is tovább, mi is az én életem, hova haladjak tovább, és mindezek az apró tényezők tudnak összeállni oda, hogy ez a stressz azt váltja ki a páciensben, azt váltja ki a kliensben, hogy elkezd nem enni, hiszen a nem evés az a legnagyobb kontroll, amit ő létre tud hozni a saját teste felett, a saját testét tudja kontrollban tartani, és ez nagyon sokszor öngyógyító, tehát egy olyan kamasznak, aki azt érzi, hogy elveszíti a kontroll, nem tudja, hogy hova tovább, esetleg otthon sincs minden rendben, önmagával végképp nincs semmi rendben, esetleg csúfolásokat kap, esetleg nem megy az iskola, az önbizalma az nagyon mélyen van, akkor ezzel a szuper kontrollal, amit a teste fölött gyakorol, ezzel tudja meggyógyítani ezt a fajta önbizalom hiányát. Értem. És szülőként, vagy hogyha a környezetünkben van egy olyan ember, aki egy picit úgy gyanús, mikor érdemes szakemberhez fordulni, vagy miképpen tudunk segíteni, hogyha látunk ilyen jellegű jeleket, vagy mi az, ami egy olyan jel lehet, ami tényleg azt mutathatja, hogy itt fontos már segítséget kérni. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert nagyon sokszor meglepően késő jönnek a szülők a gyerekekkel, vagy késő jönnek a fiatal felnőttek. Akkor, amikor már nagyon nagy mérvű a fogyás, amikor már nagyon komoly szomatikus testi tünetei vannak ennek a fogyásnak, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy beszélünk, hogy mi az, hogy ideje korán szakellátásba jönni. Vannak olyan jelek, amit a szülő nagyon hamar észrevehet, hogy a gyermek elkezd nem enni olyan mértékben, mint eddig, nagyon csökkenti a bevitt kalóriákat, nagyon meghatározza, hogy miket eszik, nem eszik bizonyos kalóriaszámnál többet, állandóan számolgatja, hogy mit eszik, különféle evési rituáléi vannak. A másik oldalon ez az energia felvételnek a korlátozása volt, a másik oldalon az energia leadásnak a felturbózása, amikor elkezd nagyon sokat sportolni, többször eljárni naponta is akár konditerembe, vagy edzőterembe, sok száz vagy ezer felülést végez. Tehát amikor egyszerűen megváltozik egyrészt az evés magatartás, megváltozik a testhez való viszony, folyamatosan az elégedetlenségről beszél a páciens, és akkor, amikor elkezd valami extrém módon sportolni, ami nem örömből tesz, hanem azért teszi, hogy leadjon kalóriákat. Ezek azok a jelek, amiket a szülő, vagy nagyon sok szülő azt mondja, hogy amikor ilyen hatalmas ruhákba kezd el járni a gyerek, hogy ne látszoljon, értem, hogy fogy, és egyébként ki tudnak a gyerekek fogyni ezek alól a ruhák alól. Nagyon érdekes, hogy a szülő azt mondja, hogy úristen, most látom, hogy milyen sovány a gyerekem, amikor ott a terápia első órájában azért a testi vizsgálatot is végzek, és a szülő a gyerek engedével benn maradhat akkor, illetve kéri a gyerek, hogy maradjon benne a szülő, akkor természetesen benn maradhat. Ilyenkor látja a szülő a gyereket, és időnként teljesen megdöbben azon, hogy milyen ilyen sovány a gyerek, amit eddig nem is látott. Értem, most hirtelen több minden jutott eszembe, de ez nagyon fontos, amivel lezártad ezt a gondolatot, hogy a szülőket igazából nem szabad hibáztatni emiatt. Pontosan így van. Mert holott a szemük előtt történik mindez, de egyrészt lehet, hogy nem is veszik észre, mert olyan manipulatív magatartást mutatnak ezek a lányok, fiúk, hogy bedőlnek nekik a szülők, még a legjobb akaratuk ellenére is. Illetve a másik, ami eszembe jutott, hogy azért az, hogy odafigyelünk az egészségtudatosságra, az, hogy egészségesen próbálunk enni, az, hogy elmegyünk sportolni, akár napi 1-2 órát, az szinte egy favorizálandó magatartás a mai világban, és ezért nehéz észrevenni az, hogy ez mikor válik kórossá, és mikor válik túlzottá, és valószínűleg ezért is kerülnek annyira soká orvoshoz ezek a páciensek. Szóval lehet, hogy talán az a faktor, amikor már ez úgy mániákussá kezd válni, és azt hangosítja ki a beteg is, hogy nagyon elégedetlen a saját testével, ez lehet egy olyan
És nem tudsz szabadulni ettől a gondolattól. Igen. Na, két nagyon fontos dolgot érintettél, Niki. Az egyik az, hogy a szülők hibáztatása tilos. Tehát, hogy a szülő az a gyerek erőforrása, akármilyen is, ő van vele. Tehát a terápiában én nagyon sokat foglalkozom azon, hogy a szülőknek, illetve a családtagoknak a bűntudatát elvegyem. Hiszen egy bűntudatos szülőpár nem tud segíteni az egyébként nagyon komoly bajban lévő gyerekének. Ahogyan mondtam, a csillagkép hasonlatot azért szoktam mondani, mert ott egy a szülőknek a felelőssége, de ebben a nagyon komplex csillagképben csak egy az ő felelősségük. Az összes többi az nem az ő felelősségük ebben a betegség kialakulásban. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezért is szeretném, ha minél többen hallanák ezt a műsort, és sokszor elmondom ezt, hogy nem azzal kezdődik, hogy hibáztatjuk a szülőket, hanem azzal kezdődik a terápia, hogy szövetséget, terápiás szövetséget kötünk a szülőkkel, hiszen én a terapeuta hetente egyszer vagy kétszer, háromszor vagyok egy beteggel, hogyha ambuláns terápiát folytatok, de a szülők azok, akik folyamatosan ott vannak és segítenek. Igen, pontosan. A másik nagyon fontos, amit érintettél, hogy ne húzzuk le a test tudatosságot, az egészséges táplálkozást, az egészséges sportolást. Azok a mai világban alapvető szükségletei az jó életminőségnek. Tehát egy olyan országban élünk, ahol minden negyedik gyerek túlsúlyos vagy elhízott a felnőttekben. Ugyanez az arány, harmadik, negyedik felnőtt túlsúlyos vagy elhízott. Igen, nagyon sokaknak ráférne, hogy ilyen módon rutinná váljon a sportolás is, és beépüljön az egészséges táplálkozás is, amikor egy bizonyos mértéket már ez meghalad, illetve hogyha testsúly már egy bizonyos mértéken túlfogy, akkor nagyon komolyan észre kell ezt venni, és akkor segítségre szorul az, akit várunk a terápiában. Igen, és visszatérve a szülőkhez egy kicsit, én is emlékszem, hogy a mai napig egyébként ezt a kérdést kapom szinte a legtöbbször, hogy és anyukád nem látta, és szüleid, hogy nem kértek segítséget, és természetesen látták, és tudták, és a maguk módszerével próbáltak a lehető legjobban segíteni. És most már így, hogy én ezt az egészet fölvállaltam, és nyilvánosság elé álltam, anyukám többször említette, hogy nagyon-nagyon sokan keresik meg őt, és kérnek tőle tanácsokat és segítséget, azok, akik régebben hát úgy gondolták, hogy ez az egész rájuk fogható úgy. Úgyhogy ez tényleg fontos elmondani, illetve ugye az, hogy az anorexia terápiájában a családterápia az, ami az elsődleges irány. Így van. Egy családban lett valaki anorexiássá, egy családban alakultak ki azok a személyiségjegyek, az önbizalomhiány, vagy esetleg a kicsit rigidebb gondolkodás, a testhez való nagyon kényszeredett viszony, és ebben a családban is tud meggyógyulni. Úgyhogy én nagyon hiszek a családterápiában, nem is gyógyítom másképp az anorexiát. Én egy komplex terápiás rezsimben dolgozom. Az én módszerem az, hogy a családterápia mellett én egyéni terápiával is gyógyítok, és emellett csoportterápiával is szoktuk hívni a pácienseinket, ahol a test tudatosságról, a testképről beszélünk, asszertív kommunikáció. Az anorexiásoknak nagyon komoly problémájuk van azzal, hogy nagyon sokszor nem tudják elmondani, ami valójában probléma, vagy bántja őket, és a testükkel üzennek, és én azt szeretném őket megtanítani, hogy ne a testükkel üzenjenek, hanem verbálisan el tudják mondani ezeket a problémákat, akár a szüleik felé, akár az iskolában a tanáraik felé, akár a kortárs kapcsolataikban tudják fölvállalni magukat, és tudjanak helytállni ezekben a kapcsolatokban. Igen, és talán ugye az egyéni terápiában is nagyon-nagyon fontos, hogy a betegek megértsék a saját motivációjukat, és hogy tudják, hogy miért is éri meg ebből az egészből kijönni, hiszen az anorexia egy olyan betegség, amit nem szívesen enged el a páciens, és nagyon sokáig ragaszkodik hozzá, viszont annak a megismerése, hogy mi más tud kontrollálni az életében, és hogy megtalálja az életben azokat a szépségeket, amiket akkor fog tudni megélni, hogyha az anorexiáját leépíti, az egy nagyon-nagyon kritikus pont, és ha jól gondolom, akkor az egyéni terápia az leginkább erről szól. Illetve biztos nagyon nehéz az, hogy megértessük a betegekkel, hogy te magadért gyógyulsz, és nem anyáért, nem apáért, nem a doktor úrért, doktornőért, hanem csak is magadért. Mit szoktál tapasztalni?
mennyire tart sok ideig az, hogy ezt megértse egy-egy páciens? Mert gondolom azért az első jó pár ülés az még nagyon sok daccal és ellenállással jár. Mindjárt válaszolok erre a kérdésedre, de szeretnék arra visszajelezni, hogy nagyon fontos, hogy ezt páciensnek, betegségnek, betegeknek mondjuk, amikor az anorexiáról beszélünk. Mert hogy van egy ilyen rózsaszín köd ezzel a betegséggel kapcsolatban, amit főleg a Pro Anna weboldalak is nyomatnak, hogy az anorexia nem egy betegség, az egy életstílus, éhez a tökéletességig, olyan sovány szeretnék lenni, mint egy angyal, aki ha hóba lép, a lábnyoma sem látszik. Ezek vannak az interneten, tolulnak a gyerekek arcába, hiszen ez az Z-generáció ugye napi 4-5 órát is tölt szociális médián. És nagyon fontos, és köszönöm neked, hogy te is betegségnek hívod, és én magam is ezért ezt képviselem, mert ez egy nagyon súlyos betegség, ebben meg lehet halni. Sőt, ha szabad kimondanom, akkor ez az a betegség, amiben a leginkább meg lehet halni a pszichiátriai betegségek között. A legnagyobb halálozási aránya van 10 éven belül, 10-15 százalék a halálozási ráta. Tehát, hogy nem, és ebben nem, ugye az öngyilkosság is beleszámít. Öngyilkosság és a testnek a teljes elsoványításából adódó összeomlás, keringés összeomlás. És erre figyelünk a legjobban. Én magam gyerekorvos is vagyok, és gyermekpszichiáter is, családterapeuta is, tehát én komplexitásában látom a pácienseket. És az első alkalom, amikor megérkezik a páciens, egy nagyon szigorú testi kivizsgálás történik. És a legtöbbet azt látjuk, hogy rendkívül módon lelassul a szívfrekvencia. Teljesen érthető, hiszen nem kap a páciens ennivalót, nem ad magának ennivalót, tehát ha nem rakunk a tűzre, a tűz kialszik, ugyanígy a szervezetünk is nem kap energiát, akkor kialszik. Éppen most vettünk fel egy kislányt, akinek 32-es szívfrekvenciája volt a 70-es helyett. Ez napi rutin nálunk, tehát naponta egy-két fiatal lány érkezik ilyen rendkívül alacsony szívfrekvenciával, és ekkor kórházi felvételt kell sürgősséggel eszközölnünk, mert itt életveszélyről van szó. És ez nagyon fontos, hogy ebből a rózsaszín ködből vegyük ki az anorexiát. Nem csak soványság, nem csak a gyönyörű szép modellányok, mint idolra való eljutása fontos, ez egy életveszélyes helyzet. És a másik kérdésedet elfelejtettem, amit bedobtál. Hogy mennyi idő kell, hogy elteljen a terápia, vagy a DAC és az ellenállás feloldódjon? Erre én egy nagyon jó módszert dolgoztam ki. Éppen az előbb említetted, hogy önmagáért gyógyul, nem másokért, nem másoknak megfelelni. Én maximálisan a gyerek motivációjára és a család motivációjára építek. Kiléptem már abból, egyébként Európában még nagyon sok helyen ez a nagyon erős, kognitív, behaviorista, ha nem eszel, kórházba kell jönni, ha eszel, akkor nem tudom, mit csinálhatsz, tehát hogy nem gondolom, hogy folyamatosan egy ilyen iszonyatosan súlyos kontroll zavarnál, mint amit az anorexia okoz a páciensben, és ami az anorexiát okozza, még a terapeutának is egy ilyen überkontrollt kellene kialakítani, hiszen az csak ellenállás szül. Tehát ha egy kamaszkorban rányomunk a gyerekre még egy extra kontrollt, nem elég, hogy ő már magát szétkontrollálja a test súlyának a csökkentésével, a szülők folyamatosan mondják, hogy egyél többet, baj lesz, őrült feszültségek vannak otthon, akkor a terapeutának nem az a dolga, hogy ezt a kontrollt még ilyen módon még feszesebbé széthúzza a személyiséget, ez a kontroll mátrix. Úgyhogy én magam nagyon sokat foglalkozom motivációval. Az első 2-3 ülés arról szól, hogy miért érdemes élni. Mert akárhogy is nézzük, az anorexia azért egy halálvágy, egy önéheztetés, aminek halál lehet a vége, és azt észre kell vegyük, ez egy néma sikoly. Az anorexiás sikít, kiabál valamit, amit nem tud elmondani másképpen, csak a testének az elsoványításával. És ha ezt meghalljuk, hogy miről szól ebben a mátrixban, amit az előbb a beszélgetésünk elején fölrajzoltam, hol vannak azok a pontok, amiben ő motiválható, amit el lehet csípni az együttműködését, akkor együttműködővé válik, és én ezt tartom a legfontosabbnak, hogy szeressenek jönni a betegek. A betegek 95%-a úgy jön, hogy a szülei berángatják, behúzzák, összekötözik, lerakják oda a terápiát, mert nem akar, a gyerek nem akar. Őrülten dolgozott
azért, hogy lefogjon. Most elhozzák egy doktornőhöz, aki meg azon akar dolgozni, hogy felhízlalja. Egyébként ezt a szót sosem használom a terápiában, gyarapodás szoktam mondani. És azt szoktam nekik mondani, hogy nem csak a testetek gyarapszik, hanem a lelketek is a terápiában, a személyiség fejlődésetek. Én ezzel szoktam csőbe húzni, és hát ha látják a betegeim, pontosan tudják, és a csőbe húzni most nem negatív értelemben mondom, hiszen teljesen kiszámítható és nyílt a kommunikáció köztem és a pácienseim között. Én ezt szoktam nekik mondani, hogy használd ki az alkalmat, most testileg is fogsz gyarapodni, hiszen nem maradhatsz ebben a rossz állapotban, hiszen ezek meg ezek a jelek már mutatják, hogy a tested éhezése az nagyon életveszélyes állapotba sodor. De jó hírem, hogy a személyiséged is fog gyarapodni, több leszel, jobb leszel, és hát mire vágyna egy kamasz, mint nem arra, hogy több legyen és jobb legyen, különleges legyen, más legyen, mint a többiek. Úgyhogy így szoktam eladni ezt a terápiát, és őszintén szólva nagyon-nagyon szeretnek a kamaszok járni. Én ennek nagyon örülök. Ezt nagyon jó hallani. És egy picit visszautalva még egy gondolatra, hogy tényleg mennyire érdekes, hogy itt van ez a nagyon-nagyon súlyos, akár krónikussá is válható betegség, és hogyha valaki csak megfázik, vagy lázas lesz, akkor mennyire természetes az, hogy nem megy egy hétig dolgozni, vagy nem megy egy hétig iskolába, viszont valamiért az, hogy egy anorexiás kimaradjon az iskolából, azon kőkemény harcok szoktak menni a szülőkkel szemben is, meg hát az anorexiás beteggel szemben is, amíg ezt valóban megértik, hogy ez mennyire súlyos betegség. És az elején kihagytam azt a személyiségét, ami a perfekcionizmus, a tökéletességre való törekvés, hát ez pontosan, amit most mondtál, ezt húzza alá, tehát az iskolából sem szabad távol maradni, igen, mindent tökéletesen csinálni, perfektnek lenni az életben. Én ennek a feszítő nehézségét is el szoktam venni a gyerekektől, meg a kamaszoktól, tehát tökéletes olyan azért alig, ha van. Tehát hát elég persze, jónak mi a lehet tökéletes? Lenni. Így van. Ez az első kérdés, és utána pedig, hogy így van. Igazán sose fogod elérni, hiszen pont amit te is mondtál, hogy dolgozunk azon, hogy a személyiségünk mindig picit jobb és jobb legyen, de elfogadva mellette a hibákat is, amik ugyanúgy szerethetők, és ugyanúgy a személyiségünk része. Bea, mit gondolsz, a karcsúság ideál és a médiából áradó testkép mennyire befolyásolja azért azt, hogy ha nem is feltétlenül, hogy valaki beleessen az anorexiába, de hogy fenntartsa ezt az állapotot, vagy hogy nehezebb legyen ebből az egészből kigyógyulni. Ez nagyon-nagyon fontos téma. Én hiszem azt, hogy a médiából áradó sovány test kultusza, azaz arra hajlamosakat nagyon meg tudja cibálni. Ezt azért mondom, mert van, aki erre nem reagál, tehát van, aki rezisztens arra, hogy most milyen sovány lányok vannak a televízióban, őket nem érdekli. Persze, meg akkor mindannyian anorexiások. Így van, tehát akiknek egészséges a személyiségük abban a tekintetben, hogy hisznek önmagukban, hogy hiszik azt, hogy nem a testükkel kell kifejezni önmagukat, hanem számos módon ki tudja még fejezni önmagát a testén kívül, és így tovább, azok nem ennyire érzékenyek. De bizony nagyon sok kamasz, nagyon érzékeny a médiából rá toluló vékonyság ideára. És azok is, akik jóban vannak magukkal, és ez azért nagyon veszélyes, mert akik jóban vannak magukkal, és nem is kell hozzá média, most van például egy elit gimnáziumnak egy osztálya, ahol 5 súlyos anorexiás lány van. Nem fogyókúrázók, vagy nem, hogy csak úgy egy kicsit fogyókúrázók, nem, már az anyagcserének azon a határán lévő 5 lány, akinál már a menstruáció is elmarad, mélyen a normális testsúlyok alatt van, és gyakorlatilag egy ilyen kis közösségben is tudhatni az, hogy valaki tökéletesebb, soványabb, klasszabb, jobban elfogadott, a fiúknak esetleg jobban tetszik, és lám-lám, akkor én is megpróbálom, én is utána megyek. Elképesztő tud lenni egy ilyen kis közösségnek az ereje is. A másik, ami az Instagram. Az Instagram az a szociális média forma, ahol a legtöbbet közlik az emberek a testükről. Volt egy nagyon érdekes vizsgálat Angliában, hogy minél több időt tölt Instagramon, közli a testéről a edzőtermekből, hogy milyen vékony vagyok, mennyit edzettem, stb. Sokkal hajlamosabb evészavarok és testképzavarok kialakulására. És körülbelül 8-10 éve jelent meg egy olyan nagyon komoly vizsgálat. Itt nálunk a legnagyobb evidencia az orvostudományban, ez a dupla vak, placebo kontrollált vizsgálat. Csináltak egy ilyen nagyon komoly evidencia
evidens vizsgálatot arról, hogy minél több időt tölt valaki szociális médián, nézi a sovány nőket a szülőn különféle médiumokban, annál inkább hajlamosabb testképzavarra és a test, saját testével való elégedetlenségére. Aztán egy nagyon érdekes vizsgálat volt, Dittmárék csinálták Németországban, a Barbie baba, mint az abszolút testképzavaros, anorexiás, küllemű baba. 5-7 éves gyerekek korban, akik minél több időt töltöttek Barbie babával, azok hajlamosabbak lettek később, kamaszkorban visszagondolni, vagy visszajött számukra a vékonyság ideál, és akkor egy ilyen stressz indukált a fogyókúrával, anorexiások tudtak lenni, amikor kamaszkorban különféle stressz szituációkra elindult a fogyókúra, akkor ők hajlamosabbak voltak ebbe jobban belemenni ezekbe a fogyófogyásokba. Szóval nagyon komoly hatása van a médiának, és nagyon komoly felelőssége van annak, hogy mit üzen a testről. Folytatjuk a beszélgetést egy következő részben, és jobban ki fogunk térni ezekre az aspektusokra, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad ezeket.